A második feladatsorban nevezetes szorzatokat fogunk gyakorolni. Ezt a három középiskolából ismert azonosságot fogjuk használni. Az első feladatban rögtön látjuk, hogy az itteni másodikat fogjuk alkalmazni. Ez lesz az első tag, ez pedig a második tag. Tehát akkor alkalmazva ezt az azonosságot, első tag a négyzeten, mínusz kétszer, első tag szorozva második tag, plusz második tag a négyzeten, és természetesen egyszerűsítünk ezen a formulán, a négyzet mínusz 2a plusz 1. A második feladatban teljesen hasonlóan működik, egy tag, meg még egy tag, összeg van közöttük, tehát az első azonosságot fogjuk alkalmazni, tehát ez egyenlő az első tag a négyzeten, x négyzeten, plusz kétszer első tag szorozva második tag, plusz második tag a négyzeten, és megint egyszerűsítünk ezen a formulán, x négyzet plusz 4xy plusz 4y négyzet. A harmadik feladatban újra a különbséget fogjuk használni, mínusz b lesz az első tag, illetve 3b a második tag, tehát első tag a négyzeten, mínusz kétszer első tag, ami mínusz b, szorozva második tag 3d, plusz a második tag a négyzeten, 3d a négyzeten, egyenlő, és akkor megint egyszerűsítünk, mínusz b a négyzeten az b négyzet, ez plusz 6bd, plusz 9d négyzet. Jó. A negyedik feladatban a harmadik azonosságot fogjuk használni, ugye egy különbség és egy összegnek a szorzata. Jó, u minusz 5, u plusz 5, első tag a négyzeten, mínusz második tag a négyzeten, u négyzet mínusz 5 a négyzeten, tehát u négyzet mínusz 25. Teljesen hasonlóan fogjuk megcsinálni az utolsó feladatot is. Kitesszük a zárójelet, hogy jobban látszódjon. Első tag meg második tag, első tag mínusz második tag, tehát akkor első tag a négyzeten, mínusz második tag a négyzeten, és akkor ezt egyszerűsítve fel tudjuk írni, v négyzet, törtet úgy emelünk négyzetre, hogy külön-külön a számlálót és a nevezőt, tehát 1 per v.